A zenével való kapcsolatom úgy indult, hogy mivel vidéken nőttem fel, én is hát hol szüleim, hol nagyszüleimmel voltam, és állandóan így, mikor vigyáztak rám, énekelgettek, dúdoláztak, ezt tanítottak népdalokra, nótákra, és így egyre, ahogy növekedtem, így egyre jobban kezdtem megszeretni, és sokszor már magamban is így énekelgettem. Most már valahogy úgy érzem, hogy talán kötelességem az meg, hogy így nagyon szeretem a népzenét meg a hagyományt fenntartani. Jól esik az, hogy így van mit mutatnom a világnak, és hogy igenis tudok valamit, és hogy tanultam mástól. Kicsi koromban volt egy hegedűm, ami úgy húrok nem voltak rajta, csak egy sima hegedű, palló nélkül, minden nélkül. És akkor egy vonóval feltettem a 100 csávásüt, és úgy üresbe próbáltam utánozni őket, és elképzeltem, hogy én vagyok a primás. És ez annyira bele tudtam élni magam, hogy órákat, 2-3-4 órákat tudtam ott ülni a zenelejátszó mellett, és hallgatni azokat a zenéket. Nagyon megfogott az egész. Sok zenetáborba eljártam, és egy idő után nagyon megszerettem ezt a zenét, meg elkezdtem megszokni. Már ezt tartottam jónak, meg tudtam különböztetni a más zenéktől. És valahogy természetes volt, hogy a zenét szeretném folytatni az iskolában is. És meg is kértük a tanár urat, Sinko Andrást, hogy népzenére tanítson engem. És tanított is, és ezt nagyon becsülöm ezért, és köszönöm ezt neki. Hát aki régebb óta ismer, az megtisztelés, tudja azt, hogy igenis szeretjük azt csinálni, és tiszteli azt, hogy nekünk ez valahol így érzésből jön. De viszont akik annyira rossz félék, és vannak olyanok is, akik egyszerűen csak így kinevetnek, meg hogy kigúnyolnak emiatt. De ezt abszolút számba se veszem, én legalábbis, és tovább megyek, ha ilyennel találkozom. Én még tiszteletet nem láttam csak szülőktől és nagyobbaktól, valahogy a velem egykorúak, vagy ami egykorosztály velem, az nagyon, nem tudom, lenéz egy bizonyos szempontból. Tehát mindig, mikor megyek hegedűre, van, mikor kikacagnak, vagy ilyesmi, régebben ez zavar, de most újabban megéreztem azt, hogy nem kell ez emiatt zavartatnom magam, mert ez vagyok én, hát így kell elfogadjanak. Valahol úgy érzem, hogy ez valahogy irigyek valamiért ránk, és nem azért kacagnak ki, mert tényleg azt gondolják, hogy ez egy nagy hülyeség, hanem azért, mert csodálkoznak, hogy mi hogy tudjuk ezt csinálni, és ők nem tudják. Klasszikus zene az leginkább technikai formában segít minket. Tehát a klasszikus zenével fejlesztjük a saját technikánkat, és úgy könnyebb a népzenét is megtanulni és lejátszani, hogyha van az embernek egy bizonyos fejlett technikája, és ezt csak is a klasszikus zenével tudja elérni, semmi mással. Minden vidéknek mások a díszítései, és hát én ahogy tudom, Arnival csak egy aladár, Csiszer aladárnak a munkáját tudtuk megfigyelni, de más nagyon híres primások és zenészek munkáját hallgatni tudtuk az interneten, akár CD-n. És hát nagyon hallatszik a különbség,
mind az erdélyi egymás között kalotaszegi vagy a Szent Ivány járadmenti, és mind a magyarországi népzenek között nagyon hallatszik a különbség. Valahogy az erdélyi népzenét tökösebbnek találom. Tehát különben meg a magyarországi népzenét azt betanulják az erdélyektől. Az erdélyek pedig ebben nőnek fel, és ezt látják gyerekkoruk óta. Tehát rengeteg sok cigányprimás van mindenféle vidéken, aki, mit mondjak, 10-10 éves koruktól eljárnak lakodalomba, és mindenféleképpen muzsikálnak. Tehát ők úgy nőttek fel, hogy azt látták az édesapjuktól, és ha akarták, hanem ők megtanulták. Tehát ez nekük úgymond a vérükben van. És ezt tudják csinálni akár bármikor. Hallgattam szatmári magyar népzenét, és ahogy hallgatom a mondjuk vagy a Szent Ivány, vagy Kalotaszegi, tehát sokkal jobban, a szívem sokkal jobban, gyorsabban dobog arra a zenére, és szerintem nem csak azért, mert hogy itt nőttem fel, és ez az én értékem, hanem azért, mert hogyha akár külföldi lennél, külső szemmel nézve is úgy érezném, hogy ez a zene tökösebb, és jobban tudnék bulizni rá. Erre nem kötelez minket senki, tehát elmegyünk egy táborba, ott van egy öreg cigány, aki muzsikál, és abszolút senki nem mondja, hogy na állj oda és tanuld meg és nézzed, hanem mi magunktól ezt úgy valahogy úgy érezzük jónak, hogy menjünk oda, és tényleg, ha valamit nem tudunk megfigyelni, akkor kérjük meg, hogy lassabban játssza el, és így lépésenként megtanulunk mindent, amit csak egyszer lehet. Akárhová elmegyünk, ha csak magunkra is megyünk úgy zenélni, mindenből tanulunk. Tehát abszolút már az megéri, hogyha egy hétig zenélünk, akkor egy hét után már minden egyre jobban megy. Tehát elkezdünk egy hét elején valamit, és hétvégére az tökéletesen megy. Tehát már pusztán a gyakorlás megéri. És az, hogy ott vagyunk és mulatunk, és nem csak magunk vagyunk, hanem új embereket ismerünk meg, és újakat tanulunk mindenféleképpen. A zenetáborok óriási energiát adnak, mert miután eljövök egy zenetáborból, utána mindig levadulok, és otthon egy-két hétig folytatom, és minden nap gyakorolok, valahogy egy idő után egy kicsit leapad ez, tehát jó lenne, hogyha minden hónapban legalább egy ilyen táborba elmennék. Először is kell egy kis tehetség, kell hozzá zenei hallás, ritmusérzék, de leginkább akarat kell. Legtöbb akarat kell mindenféleképpen az, hogy igenis én meg akarok tanulni, és én akarom azt, és semmiféleképp nem feladni, hogyha valami nem sikerül elsőre vagy másodikra, semmiképp se szabad feladni. Ez a lényeg benne, hogy abszolút küzdeni kell, ameddig csak lehet. Ezzel azt szeretném én legalábbis elérni, hogy mindenképpen fennmaradjon az erdélyi magyar hagyományos népzene, és tanítani a jövendő nemzedéket, ha nem is tanárként, de egyszerűen elmenni mindenféle lehetőséget megragadni, és elmenni helyekre muzsikálni, és elég az, hogy egy-két felvétel megmaradjon, vagy tévében bemutassanak, és sok kisgyerek, aki meglátja, megtetszik neki, és már ő is a nyomdokunkban lép. Ez a lényeg szerintem. A népzenét mindenképpen folytatni szeretném, tehát egy olyan dolog, amit belém neveltek, és az nagyon, anélkül egyszerűen nem tudom elképzelni az életet.